Ma napos felhős időszakok váltakoznak, összességében több lesz felettünk a felhő, így a csapadék valószínűsége is megnő. Üdvözlöm a kedves nézőket, az M1-en Fejős Ádám vagyok. Mielőtt kitérnék a Kárpát-medence várható időjárására, kicsit nézzünk szét a kontinensen, hogy mi a helyzet. Például tőlünk nyugatra egy hosszan elnyúló frontrendszer előoldalán, pontosabban ennek a frontnak az előterében a déli áramlás egészen a Brit-szigetekig, sőt, majd később Dániáig is eljut, így felmelegedés jellemző tőlünk nyugatra. Tőlünk északra viszont egy anticiklon található, amelynek peremén vagyunk, és itt az anticiklonnak a keleti, délkeleti részén többnyire azért az északi, északkeleti áramlások a jellemzők. Ezek a szelek hoznának nekünk felfrissülést, hogyha Kelet-Európában éppen hideg lenne az idő. De arrafelé, nézzék csak meg a hőmérsékleti térkép színezéséből is jól látszik, hogy felgyülemlett a meleg légtömeg, ezért hiába az északi szelek, a meleg légtömegeknek lesz utánpótlása, ráadásul ezek nem csak, hogy meleg légtömegek lesznek, hanem lesz bennük nedvesség is. Kezdetben a Dunántúlon, aztán később a határon túli keleti területeken, Észak-Kelet, Kelet-Magyarországon, majd az esti órákban a Duna vonalának tágabb környezetében akár hevesebb záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat, és ezek majd haladnak szokatlan irányba, hiszen mi a nyugati és szelek övében vagyunk, általában nyugatról haladnak a csapadéktömbök kelet felé, de ezek most pont az ellenkező irány. Tehát keletről mennek nyugatra, átszelve Duna vonalát, majd a Dunántúlt is érinthetik. Az időnként megerősödő légmozgás mellett 28 és 35 fok között alakul továbbra is a hőmérséklet csúcsértéke, tehát egyértelműen nyárias magasságokba emelkedik. 21 és 27 fok között vannak a folyóvizek, ami a vízhőmérsékletet illeti. Állóvizeink nagyon hasonló hőmérsékleti intervallumban vannak, jelenleg 22-26 fok között, és a lényeges változás ezekben a számokban már nem valószínű. Színű. Hogy miért? Nos, azért, mert a levegő hőmérséklete is nagyon stabilan tartja ezt a 30-36 fok közötti maximumot, és a hajnali órákban is többnyire azért olyan 14 és 22 fok között lesz a minimum, tehát e tekintetben ez a hónap, így ez a nyár nem hoz lényeges változást. A napsütéses órák száma maximális lesz, vagy közel maximális egészen szombatig bezárólag, és ahogy véget ér a nyár, stílszerűen vasárnap, azaz szeptember 1-én nem csak hogy megközelít, hanem elér bennünket egy hidegfront. Emiatt már a nyugati észak-nyugati ország részben megkezdődik a hőmérséklet csökkenése, és vasárnap, majd később a jövő hét első napjaiban egyre több felé lehet számítani újabb csapadékra, záporok, illetve zivatarok alakulhatnak majd ki. Karcsapások nélkül a víz felszínén lebegve élvezni a napsugarait? Hol máshol lehetséges ez, mint például a Holt-tenger vízében? Azonban ez a tenger valójában egy tó. Több mint 3 millió évvel ezelőtt földünk két tektonikus lemeze, az afrikai és az arab lemez elmozdult, majd elkezdett szétcsúszni. Létrejött egy vízzel teli árok, hiszen összekapcsolódott a földközi tengerrel, de mivel a lemezek tovább mozogtak, később összecsúsztak, ez az árok elzáródott a nagy víztől, és tó lett belőle. A lefolyástalan tavat most a Jordán folyó táplálja, miközben a vize párolog, az ásványi anyagok és a só benne marad. Jelenleg a Holt-tenger 9,7-szer sósabb, mint az óceánok. Mivel a magas sótartalom növeli a víz sűrűségét, ezért könnyebb lebegni a felszínén. A hatás más hipersós víztestekben is megfigyelhető, például a szenegáli Redbatóban. Felhőtlen időtöltést kívánok! Viszontlátásra!